Üdvözöllek titeket, itt vagyok a Gerinek az autójában. És sziasztok! Szevasz Geri! Mátraházáról jöttünk éppen haza, amit láthatjátok itt mögöttem, bogzsákok. És az az igazság, hogy egy újabb, hál' Istennek egy újabb sikeres Warrior tábor van a hátunk mögött, ahol 10 férfinak a fejlődését nézhettük végig, a lelki útját ebben a pár napban. Ezek mindig egészen elképesztően fáradt és egészen elképesztően hálás pillanatok. Hálásak vagyunk azért, hogy végigcsináltuk ezt a tábort, és hogy ez az egész annyira szürreális, mert minthogy így vannak ezek a pillanatok, amikor így megpróbálom ezt a kamerát valahogy úgy fogni, hogy ne remegjen, mint az állat. Szóval, hogy vannak ilyen szürreális pillanatok, amikor így visszagondolunk, és önkéntelenül is felidézzük azokat a momentumokat pár hónappal ezelőtt, amikor ez az egész álom, fogalmazunk így, ez az egész álom még csak elindult, és ilyenkor most a mai napon például ez a közösség egy következő szintre lépett, mert elindítottuk a Facebook csoportunkat. Innentől fogva nem csak a férfi körben lehet velünk dolgozni, ami ugye egy 90 napos transformatív program a férfiak számára. Azért nyitottuk el most ezt a másik lábat is, ami tényleg egy közösségnek a létrehozásáról, szóval egy nagyobb közösségnek a létrehozásáról, mert egész egyszerűen szerettünk volna teret adni azoknak az embereknek is, hogy csatlakozzanak ehhez a misszióhoz, amit mi képviselünk, ami a férfiak visszavezetéséről szól, a saját szívükhöz, a saját lelkükhöz, arról, hogy éljék a saját erőket. Szóval ez a misszióhoz nem volt elég úgymond a férfi kör, hiszen abba tudnak csatlakozni egyszerre körülbelül olyan mondjuk 20-30-an, de hát ez most éves szinten is azért 60-90 fő, viszont amiben gondolkodunk, azért az sokkal, de sokkal nagyobb. Azt szeretnénk, hogy kialakuljon Magyarországon férfiaknak egy olyan közösség, ahol terünk van érni a saját erőnket, ahol amellett, hogy éljük a saját erőnket, van terünk arra, hogy olyan beszélgetések legyenek, ahol egymással tudunk őszintén beszélgetni, kapcsolódni, ahol nem lesz furcsa mondjuk egy olyan kérdés, hogy az édesapád milyen szerepet játszott az életedben. Mert a férfiaknak az egyik legnagyobb és legfontosabb tényező az édesapjukkal való kapcsolatuk, még abban az esetben is, hogyha édesapád egyébként fizikailag nem vett részt a felnevelésedben, akkor az egyik legnagyobb hatással személyiséget kialakulására édesapád van. Úgyhogy tehát ilyen fura kérdések feltételénél senki ne érezze azt, hogy ez fura, hanem lehessen őszinte beszélgetést létrehozni. Úgyhogy most ezért elindítottuk a Facebook közösségünket, amelynek természetesen nem ingyenes, mert egész egyszerűen nem hiszek abban, hogy bármit is ingyenesen kellene adnunk, hiszen egyfelől mi is beletesszük az energiánkat, másfelől pedig más az elköteleződésnek a szintje, ha valaki valamiért pénzt ad ki. Úgyhogy egyértelmű, hogy ezzel szegmentáljuk azokat az embereket, akik benn vannak, valamint azt is szerettük volna, hogy ide olyan emberek tudjanak csatlakozni, akik esetlegesen férfi körben részt vettek már, vagy Warrior táboron keresztül mentek. Tehát egész egyszerűen van valami kapocs, ami ugye őket összeköti, ezáltal biztosak lehetünk abban, hogy közös értékeket képviselnek, és ezen értékek között igazából az egyik legelső az őszintesség. Az őszintesség, a sebezhetőség, az egymás előtti megnyílás, és ezen túl pedig ugye ezen túlmenően a bátorság, az, hogy beleállok a kihívásokba, és az, hogy következetesen végig is csinálom, saját magamnak adott szavamat betartom. Úgyhogy ez azért most egy nagy pillanat számunkra, mert valószínűleg majd ez a videó, amikor több év távlatából visszanézem, akkor ugyanúgy ott fogok mosolyogni és nevetni ezen a mai videón, mint ahogy ha ma visszanézem a 3-4 hónappal ezelőtti videókat, amiket még Szegeden vettünk fel, és ahol még lekvárfoltos nadrágban adtuk el és indítottuk el az első férfi kört a második hivatalos Warrior tábor után. Szóval ezek ilyen izgalmas kis pillanatok. Azt gondolom, hogy fontos ezekben a percekben egy kicsit emlékeztetnem nekem is saját magamat arra, hogy megálljak, ne rohanjak tovább, hogy egy kicsit akár megveregessem a saját vállam, és büszke legyek arra, amit létrehoztam, én büszke legyek arra, amit mi közösen ketten létrehoztunk, valamint büszke legyek azokra az emberekre, akik például ezen a hétvégén is oda tették a szívüket, lelküket. Úgyhogy lehet, hogy egy kicsit visszamegyek ebben a mai videóban, de pontosan ez a lényeg, és ezt szerettem volna, hogy lássátok, hogy elképesztően fáradt vagyok. Tehát kb. Úgy érzem magam, hogy a homlok lebenyem az mindjárt ki fog esni az autónak az elejére, de közben meg mégis öröm van a szívemben, a lelkemben, mert azt érzem, hogy azok a dolgok, amelyet anno pár hónappal ezelőtt
még megálmodtunk, és ez az egész csak egy kósza álom volt tulajdonképpen, és elkezdtük tenni érte a lépéseket következetesen. És a nehéz pillanatokban kitartottunk, nem futamodtunk meg, azok most igenis mind valósággá válnak, és az a közösség, ami nekünk igazából a vágyálmunk volt ezzel az egésztől, az a férfi közösség Magyarországon, az kezd kiépülni, és most már büszkén mondhatom azt, hogy ebben a pillanatban olyan közel 50 fő az, akivel mi már dolgoztunk az elmúlt pár hónapban. Tehát, és ez a szám nyilván exponenciálisan fog nőni. Például azzal, amit még nem is mondtam, hogy képzeld el, hogy olyan megtiszteltetés ért Gergőt és engem, hogy Bíros Levente, a szemléletváltóknak az alapítója, az online márkaboltoknak a tulajdonosa felkért minket, hogy az ő programjában, amiben főként vállalkozók vannak, majd tartsunk egy mini warrior tábort, mint csapatépítő programot, noszva jön a hónap végén, ahol igazából ez egy hihetetlen dolog azért, mert az előadók nem mások, mint például Wolf Gábor, a magyar marketingnek az egyik legnagyobb neve, vagy Gál Kristóf, szintén ugye óriási név marketingben. Ott van például ezen kívül még előadóként Kulcsár Tibor, aki a Kulcsotnak az alapítója, nekem egyik személyes nagy példaképem. Janata Kriszta, Wolf Gábornak a párja, Avizor András, a BNI Paribasnak az alapítója Magyarországon, és ezek hihetetlenül nagy dolgok, hogy mi lehetünk a másik két előadó Gergővel, ő mellettük. Tehát ez egyszerűen nem is tudom kifejezni, hogy ha valaki ezt mondja nekem pár hónappal ezelőtt, hogy mi mini warrior tábor tartunk, nosz vajon a óvégén, akkor nagyon nehéz lett volna felfogni lelkileg, és még most is tényleg a hidegráz a gondolattól, kicsit be is vagyunk szarva természetesen a kihívástól, ami teljesen normális, azt gondolom. Ezt az állapotot, ezt a félelmet inkább izgalomként használjuk, és arra használjuk igazából, hogy valami nagyszerűt hozzunk majd ott létre azoknak az embereknek, akiknek esetlegesen ott lesz lehetősége, hogy kipróbálhassak egy kicsit, hogy mit jelent warriornak lenni, mit jelent az életérzés és érték, amit mi képviselünk. Remélem, hogy inspirál ez a mai adás téged arra, hogy te is a saját életedben, ha van egy ötleted, ha van egy óriási ötleted, egy nagyon nagy víziód és missziód, akkor ne gondolkozzál, ne várjál, hanem apró pici lépésekkel, a tökéletességet félredobva, kezd el tenni a lépéseket annak az államnak az irányába, és hagyd, hogy ez szépen önmagától alakuljon, ne akard az elején tudni, hogy hol leszel 10.000 kilométer múlva, csak kezd el szépen tenni a lépéseket a legelején, apró pici dolgokban, engedd el a tökéletességet, és tedd a lépéseket az álmaid irányába. Ezt kívánom neked. 9 hónapon keresztül természetesen minden nap érkezem egy ilyen kis videós összenettel. Remélem, hogy értéket kapsz ezekből. Ha úgy érezted, hogy a mai adás adott neked valamit, akkor kérlek, hogy egy thumbs up-pal támogass meg ezt az egész utat, valamint egy feliratkozással, ha még nem tetted meg. Vagy hozd meg kommentben a véleményed, ezek nagyon sokat jelentek nekem. Ettől látom, hogy épül ez a kis közösség, ez a kis feliratkozó szám nem jelent semmit, de hogyha látom azokat a kis kommenteket mögötte, akkor ez tényleg nagyon-nagyon sokat jelent. Úgyhogy köszönöm szépen neked, hogy megnézted a mait is, holnap természetesen újra találkozunk. Szia!